Több panasz is érkezett a polgármesteri hivatalba a vendéglátó egységek zavaró körülményeivel kapcsolatban, ezért a képviselőtestület egy új rendelettervezetről tárgyalt a legutóbbi ülésén. Ez a terasz rendelet most gyakorlatilag annak a leképezése, amivel itt gyakorlatilag azok a kollégák, akik a zajrendelet betartásáért voltak felelősek, és ezért ez most rendőr, közterületfelügyelő, jegyző vagy bárki, szembesült azzal az eszköztelenséggel, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette a hatósági fellépést adott esetben. És hát azoknak a jó szándékú, vagy akár pihenésre vágyó embereknek a jogos igényét meg nem tudta kielégíteni, ami rendre jelentkezett. A zárt helyiséggel ellentétben a teraszon nem megoldott a zajvédelem. A teraszon ülő vendégek hangoskodása zavarta a környezetben élőket. A szabadtérre kihelyezett hangszórókból sok esetben hajnalokig szolgáltatták a zenét. A rendelet téli-nyári időszakban szabályoz egy elvárt zárórát, amit mindenkinek be kell tartani, aki a szomszédságában nem tud másban megegyezni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Aki a szomszédjaival, és ez egy 30 méteres sugarú kör, tehát egy zárt kör, nem azért nem a félvárossal, meg tud egyezni abban, hogy a zárórát kitolhatja, az a szomszédok hozzájárulásával ezt a zárórá hosszabbítást kérvényezheti, és nyilván meg is fogja kapni egészen addig, amíg ezzel nem él vissza. Amelyik vendéglátóegységnek nincsen szomszédja az adott távolságon belül, közvetlenül a jegyzőnél kérvényezheti a nyitvatartás meghosszabbítását az adott kritériumoknak megfelelően. Május 1-től szeptember végéig este 11 és reggel 6 óra, október 1-től április végéig pedig este 10 és másnap reggel 6 óra között zárva tartanak a teraszok a rendelet tervezet szerint.